a mozaik, ahol a legjobb duma folyik. Ez a mozaik, itt megtudod, hogy mi zajlik. Ez a mozaik, híradó előtti napra kész áradat. Ez a mozaik, politika, film, kultúra, divat. Köszöntöm a mozaik nézőit szent estén. A mai napon különleges ünnepi műsorral szeretnék meglepni Önöket. Elérkezett ugyanis az év legvártabb és egyben legcsodásabb időszaka. Nem véletlenül használtam ezt a kifejezést, és nem csupán a megszokott értelemben. A csoda mindenki számára más és más jelent. A legfontosabb, hogy képesek legyünk felismerni azt. Mai műsorunkban a karácsony apró csodáira próbáljuk irányítani a figyelmet, hiszen bár úgy tűnik, hogy a látványos, szemet-szájat gyönyörködtető része a legfontosabb az ünnepnek, a valódi lényeget egészen máshol kell keresnünk. Külföldön vagy itthon, híres emberként vagy egyszerű hétköznapiként, temérdek étellel vagy szerény, visszafogott asztal mellett, rohanva vagy lelassulva, kis családban vagy nagy családban, a karácsony lényege az apró részletekben rejtőzik. Ahogy elkezdődik az adventi időszak és a karácsonyra való ráhangolódás, évről évre megismételjük családi hagyományainkat, szokásainkat, melyek generációkon keresztül öröklődnek tovább. A nagy üzletláncok elterjedésével, nyugatról hozott szokásokkal, díszítési stílusokkal, ételekkel is találkozunk, ezáltal megjelennek határon túli jegyek is az ünnepi előkészületeinkben, az alapvető dolgok viszont változatlanul maradnak. Karácsonykor a keresztény hagyományok szerint Jézus születését ünnepeljük, de mára-mára a világ minden részén, vallási hovatartozástól függetlenül tovább éltetik valamilyen formában az ünnephez kapcsolódó különböző hagyományokat. De vajon hogyan töltik az év utolsó napjait a világ különböző pontjain, ami számunkra furcsa lehet, másoknak természetes, és fordítva, de így lesz igazán színes a világunk, és egyben az ünnepünk is. Karácsony, Jézus születésének napja, a kereszténység legjelentősebb ünnepe. Az év ezen napján különösen az összetartozás, a szeretet és a béke érzéseire kerül a hangsúly. Igyekszünk kreatív, szívhez szóló, hasznos vagy éppen vicces ajándékokkal meglepni családtagjainkat, szeretteinket. Fenyőillat, gyertyafény, világító sorokkal díszített ablakok és utcák, embertömegektől hangos karácsonyi vásárok. Csak hogy néhányat említsek mindazok közül, amelyek az ünnep természetes velejárói. Legalábbis mi felénk. A járvány sújtott a világunkban, mindenhol egy kicsit mérsékeltebb az ünnep. De ez nem változtat azon, hogy mennyire színes és változatos formákban van jelen. Ma egy olyan utazásra hívom Önöket, mely során a világ különféle karácsonyi ablakain belesve még többet tudhatunk meg erről az ezerarcú ünnepről. Utazásunk első állomása a szemetkápráztató fjordok birodalma, Norvégia. Ebben a térségben a karácsony szokatlanul korán, december 13-án kezdik el ünnepelni. Norvégiában szintén elterjedt a karácsonyfa díszítésének szokása, ami nem is csoda, hiszen fenyőkben nem szűkölködnek. Náluk viszont az ajándékokat a gnómok, a norvég kultúra szerves részét képező, törpékre emlékeztető, misztikus lények rejtik a fa alá. Az év többi napján előszeretettel fogyasztott tengeri gyümölcsöket mellőzik, ezen a napon hagyományosan inkább báránysült vagy sertésborda kerül az ünnepi asztalra, egy kis párolt zöldséggel körítve. Természetesen a finom ételekhez a megfelelő innivaló is dukál. És hogy mi is lenne az? Figyeljenek! Az idősebbek otthon szoktak karácsonyi sört készíteni az ételhez. Ezt nagyjából október, november, vagy van, aki szeptemberben is szokta elkezdeni. Nagyon sokat nem tudok erről a karácsonyi sörtől, mert ez nagyjából egy olyan titok, ami a családokban megy beül. A holland szokások és hagyományok nagyban hasonlítanak más észak- és közép-európai országok tradícióihoz.
Mégis itt a karácsony lényegesen háttérbe szorul a december 5-i Sinterklaas, azaz Szent Miklós érkezése mellett. A legenda szerint Sinterklaas Spanyolországból érkezik az ő segítője Fekete Péter kíséretében. Ezen a napon benépesedik a kikötő, hajókürtök hangja száll, a partra szálláskor hivatalosan a polgármester fogadja a különleges vendégeket, az eseményt pedig minden évben a televízió is sugározza. Karácsony napján a hollandok már rég túl vannak az ajándékozáson, de dekorációkban, karácsonyi vásárokban és finom ételekben ők sem szenvednek hiányt. Jó eséllyel feltételezhetjük, hogy Izland különálló szigetén egyedi és a térség sajátos mesevilágával átitatott szokások társulnak a karácsonyi ünnepléshez. Az ott élő gyerekekhez nem a télapó vagy a Mikulás, hanem a 13 karácsonyi csibész, az izlandi folklór nem mindennapi szereplői látogatnak el. December 12-től egészen december 24-ig naponta egyesével érkeznek és ajándékokat rejtenek el a gyerekek cipőjében. No, meg olykor kisebb-nagyobb problémákat is okozhatnak. Izlandon a rossz gyerekek nem virgácsra, hanem rothadó krumplira számíthatnak a csínytevésekért. Az ünnephez kapcsolódik még a karácsonyi macska misztikus alakja is, aki a hiedelem szerint megette azokat a gyerekeket, akik nem kaptak új ruhát az ünnepek előtt. Ha azt mondom, hogy a Bika viadalok és a híres építész Gaudi otthona, rögtön tudjuk, hogy Spanyolországban járunk. Arról, hogy miként ünneplik a spanyolok a karácsonyt, most meséljen valaki olyan, aki ezt a saját szemével is láthatta. Tulajdonképpen Spanyolországban decembertől egészen január elejéig minden a karácsonyról és a szilveszterről szól. Tehát ez egy teljes havi ünnep. És akkor 24-én megünneplik a Szent Estét, a Noche Buena, egy családi vacsorával. A karácsony Szent Estéje nem hiányozhat az asztalról a pulyka, meg a tradicionális spanyol étel, a paella. Tehát ez a két étel általában nem hiányzik az asztalokról, ugyanakkor a jamón serrano, vagyis a több évig élelt disznósonka, meg a queso manchego, az egy ilyen érlelt jussajt, ami tipikusan nem hiányozhat a spanyol asztalokról, és még a vörösbor. Nem hiányozhat az édesség sem, a turron nevezetű, egy ilyen mézből és magvakból összeállított, nem tudom mihez hasonlítani, ez tipikus spanyol édesség. Végezetül jöjjön még egy kis érdekesség a világ egy másik, távolabbi pontjáról. Japánban is van karácsony, csak egy kicsit más, hiszen nyugatról, keresztény kultúrkörből átvett szokás. Akár azt is mondhatnánk, hogy a Valentin naphoz hasonlít. Arrafelé a Szent Este leginkább a randiról szól, és kínos, ha valaki egyedül tölti. Úgy tartják, hogy aki december 24-én egyedül tölti az estét, az valószínűleg a következő évben is. Sőt, lehet, hogy egész hátralevő életében magányos lesz. A japánok karácsonyi szokásaival szorosan összefügg az egyik leghíresebb gyorsétterem, a KFC. 1974-ben ugyanis az étterem elindított egy kampányt karácsonyra Kentucky-t címmel, ami annyira jól sült el, hogy a Japánban élők többsége a KFC-t és a csirkét köti össze az ünneppel. Kiruccanásunk végére érkezve, remélem sikerült a világ különféle országainak hagyományaiból egy kis, színes ízelítőt nyújtani önöknek, és ezáltal még varázslatosabbá tenni a karácsonyt. Boldog ünnepeket kívánok! Nyári Krisztián író, irodalomtörténész, kommunikációs szakértő, visszatérő vendég Erdélyben. Olyannyira szoros kapcsolatuk fűzik térségünkhöz, hogy Budapest után rendszerint itt mutatja be legújabb könyveit. Az Így szerettek ők első és második kötetének, vagy a Festői szerelmek szerzője kezdetben Facebookos bejegyzésekkel tartotta izgalomban az irodalom iránt érdeklődő közönséget, hiszen ismert irodalmi személyiségek magánéletébe pillanthattunk be,
ismerhettük meg szerelmi életük részleteit. Ezek között természetesen fellelhetők az erdélyi irodalom kiemelkedő alakjai is. Mai műsorunkban nem feltétlenül szerelmi életükbe, annál inkább karácsonyi szokásaikba nyerhetünk betekintést. Köszöntöm tehát Nyári Krisztiánt itt az online térben. Köszönöm, hogy részt vett a műsorunkban. Köszönöm a meghívást, jó napot kívánok! Első körben a picit a legfrissebb erdélyi élményekről kérdezném Önt. Nemrég ugyanis egy sorozatban mutatta be, nézhettünk be Erdély valódiságába. A határon innen és túli nézők is betekintést nyerhettek, nem a megszokott sémákat szerette volna itt megmutatni, ami már megszokott ugye akár a határon túli Erdély iránt érdeklődők számára, hanem egy picit a vidék valódi sajátosságaiba nyerhettek betekintést a nézők. A sorozat címe egyébként Erdély a Székelykapun túl, és a lányával, Nyári Lucával járták körbe a tájat. Az lenne a kérdésem, hogy milyen élmény volt ez Önnek, miért volt fontos, és mennyire sikerült a kitűzött célt teljesíteni? Hát azt nem tudom, hogy mennyire sikerült. A célja az volt a csatornának, ez nem az én ötletem volt, hanem felkért minket a Spektrum csatorna, hogy kicsit megmutatni azt az Erdélyt, ami Budapestről vagy Magyarország egyéb tájairól kevéssé látszik, és nem annyira ez a sztereotipikus kép, amit egészen addig szoktak gondolni Erdélyről, míg el nem jutnak Erdélybe. De mi azoknak szerettük volna megmutatni, akik régen voltak, ritkán járnak, vagy egyáltalán nem jártak még Erdélyben, és ezért olyan helyekre mentünk el, amelyek nem feltétlenül magától értetődőek. Ugye Erdélynek nagyon sokféle hagyománya van, nem csak a Székelykapu által jelképezett kicsit folklorisztikus hagyomány, hanem ott vannak a városi tradicionális tájak, kulturális területek, ott van a román Erdély, a szász Erdély, amit Magyarországról kevéssé ismernek, egy csomó kikapcsolódási lehetőség, a modern Erdély, azt, amit egy nagyváros kínál, az éttermek, a szórakozási lehetőségek, a sport, meg akartuk mutatni az izgalmas startup vállalkozásokat. Szóval egy kaleidoszkóp ez, és mindegyikben csak éppen, hogy egy picit lehet belelátni, de valójában ez is volt a cél. És persze ennek az egésznek az volt az alapötlete, ami nem, még egyszer mondom, nem a mi ötletünk, hogy hogyan lehet bemutatni egy tájat, egy országrészt, egy ilyen nagyon gazdag kultúrájú világot, mint Erdély, két szempontból. Hogy van egy középkorú, ahogy már mondani szokás, egy boomer, mint én, meg egy fiatal, akik nyilván másra kíváncsiak, más kérdéseket tesznek fel. Ez egy létező formátum, egy BBC produkcióban is láttam ilyet, hogy egy apa és a fia elmentek, mondtam, azt hiszem, Marokkóba. Tehát ez is egy kicsit ilyesmi, és hát ráadásul az mi esetünkben úgy alakult, hogy én sokat járok Erdélybe, ha tehetem, akkor minden évben kétszer-háromszor megfordulok arra. Luca lányom még nem volt soha, tehát ő neki minden új volt. Most ez nyári időszak volt, hogyha jól értelmezem, de volt már olyan esetleg, hogy ünnepi időszakban, tehát így téli, karácsony közeli időszakban járt már Erdélyben? Igen, hát az ünnepek alatt nem, mert azt általában családi körben töltjük, de télen voltam, és hát egy teljesen más élmény. Ezért is sajnáltam, hogy ez egy nyári forgatás, de hát az egy drága dolog, tehát nem lehetett volna kihúzni télig, mert azért a téli Erdélyt megmutatni biztos érdemes lett volna, és hát bőven kínál élményt, meg mindent. Például hívtak kutyaszánozni, ahol most nem tudok elmenni, de hát azt biztos, hogy kipróbálnám, hogy meg egyáltalán. Kevés időt töltöttem télen Erdélybe, de hát azért az egy nagy élmény. Sőt, hát úgy is voltam, amikor éppen elválik egymástól a szószoros értelmében a tél és a tavasz, úgy mentünk ott a Transfogaras közelébe, hogy az út egyik oldalán tavasz volt, és már zöldeltek a fák, a másik oldalán meg még tél és hó volt. Ott tudnak ilyen időjárásbeli. Ez is megtörténhet Erdélyben. Igen. Amikor beszéltünk az interjúról, akkor szóba hoztuk azt is, hogy van esetleg valami olyan erdélyi eredetű étel, ami kihagyhatatlan akár az ünnepek alatt önöknél a családban, és hogy ezt hogyan formálják a saját szájízük szerint. Most el lehet árulni itt a titkot?
Nagyon sokféle ételt főzünk, mert úgy alakult, hogy mindig a mi otthonunk a családi központ a karácsonyi ünnepeken, mindenki hozzánk jön, és az évek, most már sőt évtizedek alatt mindenkinek kialakultak a kedvencei, ami elmaradhatatlan a karácsonyi asztalról. Úgyhogy egy elég eklektikus menü, mert van, aki nem eszik húst, van, akinek a kolbásza kedvence, van, akinek ez meg az, de az biztos, hogy a töltött káposzta az nem maradhat el. Ráadásul nálunk a töltött káposzta az nem egy fogás valamilyen alkalomra, az csak úgy van. Tehát azt én megfőzöm az ünnepek előtt, és aztán az lesz a sorsa, hogy elviszik. Tehát, hogy szépen szétporciózzuk, és akkor mindenhol kerül belőle. Tehát nincs olyan, hogy akkor most 25-én ebédre, vagy 26-án vacsorára töltött káposzta van, az mindig van, és jó nagy mennyiségben, és hát nem olyan óriási mennyiségben, ahogy mondjuk az egyik ilyen ős recept, Dériné Széppataki Rózának a receptje írja, mert ott szinte egy egész disznót beletesznek, hát ez egy ilyen lakodalmi verzió. Mindig el szoktam olvasni, és rácsodálkozom, hogy azért az eleink micsoda mennyiséget el tudtak fogyasztani, abban sült kappan és sült liba, meg minden egyéb volt. De hát maga a töltött káposzta ideája, az egy nagyon is erdélyi alapötlet, és tulajdonképpen, amikor ma arról beszélünk, hogy a magyar konyha, akkor mindenkinek eszébe jut a töltött káposzta is. És lényegében ez a szinte az egyetlen, legalábbis a magyarországi magyaros konyhában, ami tényleg egy ősi dolog, legalábbis hát a török kortól kezdve fogyasztjuk, és ez csak Erdélyben jöhetett létre, mert kell az az idea, ami a törökökkel jött, meg a Balkán felől, hogy egy levélbe húst összekeverve valami gabonafélével becsavarjuk, és ezt megesszük. Ugye ez minden közel-keleti, meg balkáni népnél létezik, a dolmades, amikor szőlőlevélben, meg hasonló. És kellett egy nyugatról jövő gasztrokultúra, ez elsősorban a németes irányból érkező káposzta ételek. És ez Erdélyben találkozott, tehát olyan, mint hogyha két különböző színű festéket kiöntenénk, és előbb-utóbb össze fognak keveredni. Na most ez Erdélyben keveredett össze ez a két gasztronómiai kultúra, és hát egy csodálatos dolog jött belőle ki. Egyébként én ezért is szeretem nagyon az erdélyi konyhát. Hogyha mert most egy már... igazi multikulturális konyha. Igen, hogyha most már említettük egyébként Dériné Széppataki Rózának a töltött káposzta receptjét, vagyis amit leír emlékezéseibe, akkor szerintem meg is mutatnánk, ugyanis mi is kíváncsiak voltunk erre a receptre, így ki is próbáltuk azt, bár a disznóvágáson ugye nem vettünk részt, és még egy-két hozzávalót helyettesítenünk is kellett, de szerintem gazdagságában mindenképp emlékeztetett a színésznő kákabelűségére, ahogyan ő fogalmazott az emlékezéseiben, úgyhogy utunk a marosugrai Haller kastélyba vezetett, ahol elkészítettük tehát Dériné receptjét, Fóris Kinga a kastély egyik tulajdonosa segítségével, de hogy pontosan milyen is az általa kedvelt káposzta és mi hogyan készítettük el, azt mutatjuk a következő étvágyhozó percekben. Töltött káposzta. Nincs olyan magyar ember, aki ne ismerni ezt az igencsak közkedvelt ételt, mely főként Kelet-Európában számít elterjedtnek, és számos névváltozatban ismernek. Aki azt hitte, hogy a töltött káposzta magyar eredetű, azt ki kell ábrándítsam. Ez a rendkívül közkedvelt ételünk török eredetű. A fellelhető receptkönyvek alapján megállapítható, hogy a káposztás, töltött káposztás ételek a 17-18. Században jelentek meg és terjedtek el hazánkban. Az étel készítési módját a magyarok a törököktől tanulhatták el, akik szőlőlevelet használtak a burkoláshoz, és még ma is használnak. A töltött káposzta elkészítési módját tekintve is többféleképpen gondolkodhatunk. Ma Dériné Széppataki Róza által leírt receptet fogunk kipróbálni. A marosugrai Haller kastélyhoz érkeztünk, ahol Fóris Kinga, a kastély egyik tulajdonosa közreműködésével készült el az ünnepi étel. 1871-ben, halála előtt egy évvel, így ír emlékezéseiben. Azt gondoltam magamban, most már nem eszem többet akármi jön is, csak egy falat pecsenyét az ebéd végén. Fölhoz az inas két borzasztó tál töltött káposztát.
Amint hozzám jön, nem is akartam ránézni, de Lázár úr kínált. El ne vitt, mondja az inasnak. Én tekintetes asszonyt kolozsvári káposztával kívántam meglepni, mert tudom, hogy még nem evett így készítve. Ez csak is az én szakácsom érti így készíteni. Inkább azt kellene elbeszélnem a nők kedvéért, hogy miképp főzik az erdélyi töltött káposztát. Azt nem mindenkor lehet főzni, csak amikor friss sertést ölnek. Van ahhoz készítve egy nagy kaszról. Midőn a szalonnáról lehúzzák a bőrt az egészbe, amilyen nagy a kaszról, leterítik a kaszrolt egészen vele, éppen úgy, mintha ki volna vele bélelve. Aztán rendre rakják a fenekére a szokott módon elkészített töltött káposztát. Azután egy rend gyöngyös hurkát, szalonnát, sertéshúst, sorba. Azután ismét egy rend töltött káposztát, azután a közepibe egy megspékelt, sült kappant, meg ha van sült libát, ismét egy rend káposztát, mindaddig, míg a kaszról megtelik. Akkor annyi vizet töltenek rá, amennyi ellepis, beborítják ismét szalonna bőrrel, hogy abba főjön meg egészen. De azt nem szabad berántani, csak amint megfőtt, úgy betállalni. Igaz, hogy fölséges étel, de sokba is kerül. Egyetlen egy sem utasította vissza a második kerületet, én se. De már most csak ugyan rosszul lettem. Ugyan innom kellett a fekete kávét egymás után, hogy helyre jöjjön a sok szíves kínálgatás által megterhelt gyomrom. Én, mint mondani szokták, igen kákabélű voltam. Szia Kinga, hát köszönöm szépen, hogy fogadtál itt a konyhában, és elkészítetted velünk együtt, vagyis hát főként ti készítettétek el ugye Dériné receptjét. Kérlek, mondd el nekem, hogy nehéz volt ezt a töltött káposztát elkészíteni, ami nem annyira hagyományos. Szia, üdvözöllek téged is, meg a nézőket is. Mit mondhatnak a töltenékes káposzt, az egyik kedvencünk, bármely formáját nagyon szívesen elkészítjük. Különböző a mi megszokott receptünktől, viszont ugye tudjuk, hogy a Hallerköstében kacsa dominál, így hogy egy nagy öröm volt ezt elkészíteni így kacsahúsostól, amit mondjuk mi eddig még nem gondoltunk így. Ugye Dériné azt írja, hogy egy disznóvágással jó indítani az igazi erdélyi töltött káposztát, hát nem tudom, ezt mennyire tudtuk volna megvalósítani. Én személy szerint örülök, hogy ez így sikerült inkább. Mondjuk el azt, hogy még miben különbözik esetleg a mai recept abban, mint amit Dériné leírt. Ugye most mi nem vágtunk disznót, de legközelebb majd akkor talán betervezzük, egy kicsit hagyományosabbra fordítjuk, azt viszont a beszállítóink fantasztikusak, és nagyon jó termékekkel szolgáltak a mai káposztánkhoz. Frissen van nekünk ide előkészítve egy sertéscombunk, nagyon-nagyon finom füstölt kolbászunk, van viszont szalonnánk, kacsacombunk, a hagyományos helyi káposztánk, meg hagymánk, meg különböző fűszereink. Ezekből mind-mind fantasztikus dolgot lehet ugye készíteni. Ami más, mi nem szoktunk kacsát, kolbászt tenni bele, viszont mi előre szoktuk a nagy ízletes fűszereket helyezni, így nekünk általában füstölt oldalassal, vagy nagy darab csülökkel, ugye az a dominánsabb hozzávalója a friss káposztának. Nézzük meg, hogy sikerül. Így van, hozom is. Meg is kóstolhatjuk? Na, régebb hogy szokták mondani? Addig fel nem kell ütni, meg nem esszük. Na, most jön a legjobb része. Valóban nagyon különleges íze van így a kacsacombbal. Szerintem érdemes egy picit így eltérni néha, merészebbnek lenni és kipróbálni ezeket a nem hagyományos dolgokat. Te egyébként eltértél valamikor a hagyományos töltött káposzta receptől? Általában két részből szoktam én ezt így vallani magamnak. Az első az a jól bevált hagyományos recept, túránk, meg a másik rész, amit szeretek kísérletezni, de akkor legyen az extrém részében. Ugye az újragondolás az nagy divat, nagy trend, el is várják tőlünk, és akkor volt is egy ilyen elképzelésünk, hogy karácsonyi menüt újragondoljunk, és megmutassuk a háziasszonyoknak, hogy is működik ez. Ez elmaradt az idén időhiány miatt, jövőre mindenképp
újra is gondolunk mindenfélét, viszont ez a recept fantasztikusan nagyon tetszik, mivel kacsa rajongók vagyunk, és hálásak vagyunk, hogy megmutattátok, van ilyen. Így mi is be fogjuk vezetni a kacsacombot a töltelékes káposztával, és a hagyományőrzőképpen majd a nevét is megtartjuk. Egyébként el tudod képzelni a töltött káposzta nélkül az ünnepeket? Semmiképpen, olyan nincs, hogy a maga az illat, a feelingje az egész ünnepnek elteljen káposzta nélkül. Mindenképp ott a helye bármilyen ünnepi asztalon és bármelyik családban, ilyen változatban vagy olyan változatban, ahány ház annyi szokás, és mindenkinek azt ajánlom, hogy a legfontosabb dolog az legyen, hogy legyen kivel elfogyasztani, legyen meg a társaság, a szeretet, a hangulat, és igazából készíthetjek bárhogy, csak nagy szeretet legyen benne. Köszönöm szépen, hogy vendégül láttál, és tényleg kipróbálhattuk ezt a nagyszerű receptet. Én köszönöm, jó étvágyat kívánok, és áldott ünnepeket mindenkinek. Boldog karácsonyt neked is. Megpróbáltuk tehát valamiféleképpen megvalósítani a receptet egy kis eltéréssel, de hát ilyen gazdag töltött káposztát azért nem mindig szoktunk enni. Most, hogyha már beszéltünk tehát Dérinéről, akkor megkérdezném, hogy lenne még olyan erdélyi, akár irodalmi személyiség, akinek a karácsonyi szokásáról érdemes lenne beszélni, mert mondjuk vannak olyan feljegyzések, amiben megemlíti azt, hogy hogyan is szokott ünnepelni, esetleg milyen ételeket fogyaszt. Kit emelne ki ön szívesen? Ugye a töltött káposztának az egyik első említése, az Bethlen Miklós erdélyi kancellárnak az emlékirataiban van. Az biztos, hogy még különlegesebb, vagy még távolabbinak tűnhet nekünk, hiszen időben még messzebb van, mint a Dérinéjé. Ugye itt a beszélgetésben többször előkerült, hogy hát ilyen új módon készítették el a káposztát, miközben abban az időben így készült, és az étkezésnek a fejlődése az egy folyamatos. Tehát amikor mi azt gondoljuk, hogy van valami nagyon tradicionális étel, amit mindig is így készítettek, az általában a legfeljebb a nagyszüleinkre vonatkozik, de az ő nagyszüleik már biztos, hogy egy kicsit máshogy, és nagyon-nagyon változik a konyha. Tehát Bethlen Miklós ezt a 18. század elején írta le, vagy 17. század végén, és ahhoz képest biztos, hogy már rá se ismernénk arra a féle étel. Ugye ő azt mondta, hogy Magyarország címere a káposzta, ami azt is jelentett, hogy akkor a legismertebb magyaros étel ez volt. És az a különlegesebben, hogy ugye a 19. században, amikor Magyarországon általánossá vált a pörköltös főzés, tehát hogy a piros paprikás hagymás alap a húsételeknek, az igazából a hagyományos magyar konyhát kicsit kilúgozta a Kárpát-medencéből. De a Kárpátok szerencsére ezt a paprikás szaft cunamit megállította, és Erdélyben megmaradt egy csomó minden a hagyományosabb fűszerezésből, a fűszergazdagságból. Tehát az, hogy egy átlagos magyar háziasszony, vagy mondjuk az én nagymamám korában Magyarországon a paprikán, borson, talán a majorannán kívül nem is ismert más fűszert, addig Erdélyben megmaradt ez a fűszergazdagsága a csomborral és egy csomó más fűszerrel együtt, és nagyon sok hagyományos étel is, és ha nem is szépirodalmi példát mondanék, de hát nekem nagy gasztronómiai bibliám Kövi Pálnak az Erdély lakoma című könyve, ami nem csak gasztronómiai értelemben, hanem kultúrtörténetileg is nagyon fontos. Ő ugye azokat az erdélyi recepteket gyűjtötte össze, amelyek eltűntek volna, hiszen ez a 80-as évek elejének Romániája, összegyűjti a szász, a zsidó, a szombatos, az örmény konyha receptjeit, olyan recepteket, amelyek ezekkel a népekkel együtt, tehát lassacskán eltűntek volna, például a szász konyha. És tehát ez egy leletmentés is volt, egy páratlan kultúrtörténeti adatbázis ez, és gondoljunk arra, hogy amikor ezeket a recepteket összeszedte, ez már tényleg csak főleg az idősebbek fejében volt. Tehát nem volt alapanyag, hanem csak tudta az a,
az a szász ember, hogy a nagymamája a káposztás húslevest hogyan készítette, és Kövi Pál pedig leírta. Aki egyáltalán nem volt erdélyi, semmi köze nem volt, úgy akár csak nekem, tehát felmenői között ő se tartott számon erdélyi gyökereket, meg mint ahogy én sem tudok erről, de nagyon fontosnak tartotta Erdélyt, meg nagyon fontosnak tartotta az erdélyi kultúrát, ő elsősorban a gasztrokultúrát nyilvánvalóan, és ez egy páratlan leletmentés, és ugye annak idején ezt kiadták irodalmi esszékkel, a kor fontos erdélyi szerzői írtak hozzá mindenféle irodalmi tárgyú, volt aki novellát, volt aki esszét, vagy kultúrtörténeti értekezést. Nem olyan régen Magyarországon Csernaszabó András szerkesztésében újra kiadták, és új szerzőket is kértek fel, hogy írjanak bele reflexiókat. Szóval ez egy nagyon fontos könyv, és én azt is javaslom mindenkinek, hogy próbálja ezt egyszerűen irodalomként olvasni. Mert úgy is el lehet benne merülni, leülni egy fotelben, lapozgatni, és akkor megnézni, hogy mit is ettek az erdélyi örmények, vagy hogy is nézett ki egy 100 családnak az ünnepi konyhája. Mert ugye a magyar meg a román az él belőle továbbra is, de hát ott onnan is lehet egyébként bőven ötleteket találni. Tehát akkor itt találjuk meg az igazi erdélyi recepteket, nem pedig mondjuk különböző, hát erdélyinek beállított, de nem feltétlenül hagyományos ételek receptjeit találhatjuk meg ugye más-más forrásokban. Az interneten minden van, azért érdemes ott is körülnézni, mert nagyon, tulajdonképpen ezt szokta csinálni sok ember, hogy beküldi a receptet, ahogy édesanyám főzte, vagy ahogy a nagymamámtól láttam, és ott is lehet nagyon érdekes dolgokat találni, meg különleges elkészítési módokat, és hát arra is biztatnék mindenkit, hogy kis közösségekben, mert ott is kialakul egy gasztronómiai kultúra, és egy-két helyen láttam, hogy Erdélyben ezt komolyan is veszik. Tehát, hogy akár csak egy faluban megnézni, hogy mik azok a receptek, vagy összegyűjteni a nagymamák kéziratos receptes könyveit, mert lehet, hogy ma még nem gondoljuk, hogy ez érték, de 20-30, főleg 50-100 év múlva ez nagyon sokat el fog mondani, arról nem beszélve, hogy meg is lehet majd főzni ezeket az ételeket. Úgyhogy nyugodtan azt is lehet mondani, hogy akkor most, nem tudom én, nézzük meg a Csíkszentdomokosi gasztrokultúrát. Tehát lehet egy egészen pici mikroközösségekig elmenni, ahogy egy család is úgy tartja számon az emlékeit. Az ízek azért nagyon fontosak, mert amikor mondjuk egy etnikai közösség beolvad, asszimilálódik, akkor általában az szokott történni, hogy először elpárolog a nyelv, aztán a következő generációkban a sajátos vallás, mint például az örményeknél. Ugye az erdélyi örmények közül nagyon kevesen beszélnek örményül, talán egy kicsit többen, de nem olyan nagyon sokan tartják a hagyományos vallást, de igazán az, hogy megvan még mindig az erdélyi örmény konyha, az azt mutatja, hogy létezik ez a közösség. És az utolsó lépés az, ami reméljük nem következik be az esetükbe, mikor már nagymama receptjeit se főzik meg, amikor nem arra fut össze a nyál a szájukba, hogy de jó is volt annál a karácsonyi asztalnál azt a örmény süteményt enni. De így van ez az erdélyi szászokkal is, hogy lehet, hogy Stuttgartba vagy Hannoverbe, de még eszik az erdélyi receptek alapján elkészített ételeket, addig még létezik az erdélyi szász kultúra, és hiába nincsenek már Erdélyben németek. És amikor ez is elmúlik, akkor beszélünk arról, hogy eltűnt ez a közösség. Milyen jó, hogy még van akit megkérdezni, és akkor ez akár egy ilyen karácsonyi misszió is lehet, hogy ilyenkor próbáljuk meg feljegyezni ezeket a recepteket, igen, mert hát 100 év múlva már valóban, tehát hiába, hogy mondjuk átvettünk különböző népektől, de mára már akár erdélyinek is tekinthető, tehát minden, ami most történik, az a miénk. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy beszélhetünk. De azért meg kéne csinálni ezt a Érinéféle nagy disznóvágáshoz kapcsolódó dolgok és nagy mennyiségben, mert azért arra nagyon kíváncsi. Ezt tényleg nem lehet még egy étteremben sem megcsinálni, hanem erre egy alkalom kell, amikor összegyűlik 100 ember, és a végén megeszi azt a hatalmas adag töltött káposztát.
Azt is mondhatnánk, hogy jól leegyszerűsödött a gasztronómiánk, vagyis valahogy leszegényedett, tehát még 100 évvel ezelőtt ugye jó gazdagon főztek, azért a különböző, akár a politikai helyzetek ilyen hatással voltak, hogy próbáltuk minimalizálni, gondolom az összetevőket is ilyen szempontból, és mára már azt mondjuk, hogy milyen gazdag ez a recept. Hát nem is feltétlenül pénzről van szó, hanem arról is, hogy ezek az alkalmak, meg a nagy közösségi étkezések szűntek meg. Lényegében a lakodalom maradt egyedül, vagy különböző torok, de azért sokkal több volt azért a hagyományos magyar, meg erdélyi kultúrában, amikor összegyűltek az emberek, vagy egy nagy család. Hát ma, már, hogyha 20-an összegyűlünk, akkor azt mondjuk, hogy micsoda nagy család. Akkor pedig nem volt ritkaság, hogy 50-100 ember is összejött egy névnapra akár. És hát akkor persze, hogy meg lehetett enni egy ilyen töltött káposztát, amiben bele simán csak úgy beledobtak még egy libát, meg egy kappant is, hát hova férne az ma már el? Persze. Tehát beszéltünk már szokásokról és ételekről is az elmúlt percekben. Arra lennék kíváncsi így utolsó körben, hogy mi az ön számára, ami nélkülözhetetlen a karácsony ünnepében? Mitől válik igazán bensőségessé? Hát a közös asztal, hogy ezt minél többen körülüljük. És ehhez képest, hogy milyen családban, milyen hagyományban, hogy mit kell enni az asztalnál, hogy hány órakor, hogy mikor díszítik fel a karácsonyfát, ez mindegy. Az a lényeg, hogy akik szeretik egymást, azok ott legyenek, és nagyon színes, hát a magyar kultúra is karácsonyi hagyományokban teljesen más, hogy ünneplik meg Sopronban, mint Székelykeresztúron. Tehát, hogy ez nyilvánvalóan nagyon nagy. Talán az, hogy együtt legyünk, és mindenki a kedvenc ételét tudja enni, tudjunk beszélgetni, le tudjunk ülni egymással, kicsit meg tudjunk pihenni. Nekem a kedvenc részem az a karácsonyi ünnepek utáni megpihenés, amikor túl vagyunk az ünnepen, de még egy kicsit ez az ünnepi érzés bennünk van, és nem foglalkozunk a munkánkkal, ha megtehetjük, hanem egy könyvvel a kezünkben leülünk, olvasunk, beszélgetünk, és elővesszük a töltött káposztát a hűtőszekrényből. Még az is megtörténik, hogy meg sem melegítjük, csak egy kicsit beleesszünk, és megyünk vissza a könyvvel a takaró alá. Szerintem mindenképp meghoztuk az étvágyát a nézőknek egy kis töltött káposztához, és remélem, hogy ma este már előkerül ugye az asztalokra. Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk. Én áldott békés boldog karácsonyt kívánok önnek és a családjának. Köszönöm szépen, én pedig minden kedves nézőnek, meg önnek is boldog karácsony, és sikeres új évet kívánok. Köszönöm szépen, viszont kívánom. Ünnepi hangulat nem létezhet hozzáillő zene nélkül. Amint felcsendülnek karácsonyi énekeink, már is nyugalom szár ránk, és képesek vagyunk megfeledkezni a hétköznapok problémáiról. A csoda tehát lehet a dalban is. Esténként az ágyam, te lettél, ki későn hazavár. A fahéj méz a teámban, a hópej a kabáton, te lettél igazán. Miattad várom úgy a reggelt, miattad húzok korcsolyát. Sor az ablakon, sok hóember az utcákon, miattad, csak miattad oly szép. Mert nem számít, nem kár, ha nincs, ha még ne bánt. Nem kell dísz, csak tarts még meleget, mert te lettél a karácsony. Aki mosolyoddal éltet, te lettél, ki vacsorával vár. A fa alatt az ajándék, egy rossz napon a menedék. Te lettél igazán. Nem kell luxus, nem kell semmi drága, csak egy takaró, mi forró.
hiszen otthon lett az álmokból, család lett az imákból, a karácsony csak együtt lett szép. Mert nem számít, nem kell, mert nincs holmi, ne bánt. Nem kell díj, csak tarts még melegen, mert te lettél a karácsony nekem. Fények minden sarkon, gondolok a gyerekkori karácsonyokra, a kántálás jut eszembe, a pásztorjáték, a karácsonyi fények, aztán idővel ez ugye kibővült. Bejött még a mézes kalácsütés, persze a közös nagytakarítások, a közös karácsonyfa díszítés, meg az éjféli szentmise, ami nélkül nincs karácsony, de összességében mindebben a család volt az, ami közös, úgyhogy nekem azt hiszem, hogy a család nélkül nincs karácsony. Hú, mi nélkül nincs számomra karácsony? Talán én is mondanám az éjféli misét, mégis az a karácsonyi ünnepkörnek talán a csúcspontja, de emellett a vacsora, a fadíszítés, meg a jó töltött káposzta estére, aztán másnap mondjuk a nagyszülők látogatás, a család látogatás, meg különböző ilyen karácsonyi hangulatú filmek, zenék hallgatása, úgyhogy azt gondolom, hogy valahogy ez hozza meg a karácsonyi a hangulatot, na meg ugye nincs karácsony Kevin nélkül. A karácsony elsősorban a szeretetről szól. Az örömöt, a csodát leginkább társaságban tudjuk megélni igazán, legyen az egyetlen ember, egy segítőkész vagy nagy család. Utóbbiban persze többszörösen is jut a szeretetből, ha még néha civakodunk is, főként az ünnepre való készülődés forgatagában. A következő percekben a székelyszállási Ceklán családot ismerhetjük meg. Nyitottan, kedvesen és kíváncsian várt a 7 tagú Ceklán család székelyszállási otthonába. Eszter a legkisebb végig békésen aludt, a többiek pedig gyorsan megbarátkoztak a kamerával. Érkezésünk célja, hogy betekintést nyerjünk az ünnepre való készülődésükbe. Bemutatkozásukat egy olyan adventi dallal kezdték az asztal körül, amelyet szinte minden nap elénekelnek együtt. Újra itt van advent, nyílik az ég. Közel az Úr, két gyertya ég, övendjetek, jó keresztények, mert az Úr közel. Övendjetek, jó keresztények, mert az Úr közel. Karácsony nincs nálunk előkészületek nélkül. Most ebben az előkészületben több minden beletartozik. Számomra nagyon fontos az, hogy a gyerekekkel is, tehát a gyerekeknek is elmondani,
és megértetni azt, hogy tulajdonképpen a karácsonynak mi is a lényege. Tehát, hogy megértetni velük is, hogy karácsonykor elsősorban az Úr Jézust ünnepeljük, azt, hogy ő megszületett, emberi testet öltött, és kisgyermekként, szegényes körülmények között ugyan, de megszületett. És Jézusnak a befogadására készülünk, és ez a lényege a karácsonynak. A sok gyerekes családoknál a karácsonyi készülődés egyik legfontosabb része a mézes kalácssütés. Ez Andiéknál sem maradhat el. A visszafogott, de ízléses dekorálás szintén a készülődés része, azonban családként a hangsúlyt inkább a lelkiekre igyekeznek fektetni, mint sem a külsőségekre. Van adventi naptárunk, amiből nem csak kiveszünk és elteszünk magunknak dolgokat, hanem olyan feladatok, üzenetek vannak, amivel egy kicsit jobbak tudunk lenni ebben az időszakban, egy kicsit jobban tudjuk a szívünket, lelkünket felkészíteni a karácsony ünnepére. Az első gyertyagyújtásnál megfogalmaztak néhány dolgot, amire egész adventben próbálnak odafigyelni. Készíts karácsonyi díszt, és lepj meg vele valakit. Színezd ki a szereplőket, és készíts el egy Betlehemet. Jézus szeretésére készülünk. Reméljük, hogy a gyerekeinknek is jó utat tudunk mutatni ezzel. Tehát, hogy engedjük azt, hogy kis Jézus tényleg megszülessen a szívünkben. Hát a gyertyagyújtás az egy körítés, egy szép mozzanat, meg mindenki szereti a fényt, ugye, de hogy megvan ennek is az útja, hogy egy gyertyát, két gyertyát gyújtunk meg, ezzel azt jelezzük a gyerekeknek is, hogy közelebb vagyunk. Néhány évvel ezelőtt a család férfi tagjai készítettek egy kis jászolt, amelyben minden jó cselekedet után színát tehetnek a gyerekek. A célja az, hogy mire megszületik a kis Jézus karácsony este, arra tele legyen, jó puha legyen a fekhelye a kis Jézusnak. Hát most már úgy észrevettük, hogy nagyon jó gyerekeink vannak, és egy kicsit ki is nőttük ezt a jászlat, úgyhogy valószínű, hogy jövőre nagyobb fog készülni. De tényleg nagyon, nagyon igyekszenek és törekednek, és ha valami jót tesznek, akkor rögtön kérdezik, hogy na, tehetek egy kis színát. Van egy baba is a családban, és egy kicsit körülötte forog az élet, és ahogy megszólal, felsír, úgy rögtön még Ágnes is szalad, és még ő is felveszi. Ugye, Ágnes? És tegnap, mi történt a tegnap? Mit csináltál itt a hintában? Elaltattam. Elaltatta, tiszta egyedül, addig énekelt neki, meg ringatta, hogy elaludt. De nem csak Ágnes, hanem Emma és Áron is besegítenek és gondoskodnak kisfoguk jólétéről. Készülődésük része a karácsonyi díszek készítése is, legyen ez angyalka, vagy akár kiszínezett istáló. Amit én készítettem, elvittük ajándékba, és azért, mert azt írta az adventi naptárba, hogy készítsünk karácsonyi díszt, és lepj meg vele valakit, és akkor készítettünk. És kit leptél meg? Hát itt a szomszédban egy öreg nénit. Vannak királyok, és ott van a Jézuska, és az anyjaka is ott van. Te ezek hogy készültek? Ki készítette? Anya és egy szanád. És te melyiket színezted ezek közül? Ezt és ezt. És a többit ki? Ezt Emma, ezt tíz. Áron, aki szentestén a templomban is hegedül, épp arról mesél, hogy a családból kinek szokott legtöbbet játszani. Főleg a Eszternek, a kicsinek, mert kicsit szereti hallgatni. Zárásként minket is egy dallal ajándékozott meg.
Ha már ma sikerült összegyűlnie Szentestére a családnak, vagy esetleg a következő napokra tervezték a látogatást, ezekben a napokban minden esetben előkerülnek a karácsonyi filmek. Amellett, hogy visszatérünk régi kedvenceinkhez, idén több új karácsonyi film is megjelent, melyek közül lehet válogatni. Nézzük a mozizom ajánlatát! Üdvözlöm a nézőket, boldog karácsony kívánok mindenkinek! Lássuk, hogy az ünnepi hangulatban milyen filmeket érdemes megnézni a családdal a reszkesetek betörőkön kívül. Kérdés nélkül az egyik legismertebb és legfeldolgozottabb karácsonyi történet a Dickens által írt Christmas Carol, vagy a karácsonyi ének. Rengeteg feldolgozása, variánsa létezik már filmformátumban, és ezek száma évről évre bővül. Természetesen ezek között rengeteg a modern világra szabott verzió is. Ezek közül is az egyik legmulatságosabb a Szellemes karácsony Bill Murray-vel a főszerepben, aki Crust, az IBC tévétársaság rideg szívű elnökét alakítja, aki számára a siker és a pénz a legfontosabb. Beosztottjai rettegik, a konkurenciája csodája. Az érzelmekre nem igen pazarol energiát, a karácsonyt érzelgős felhatásnak tartja, és az ünnepi tévéprogramba bőven beszerkeszt vért, erőszakot, avagy minden olyat, ami nem való a tévébe karácsonykor. Ám hogy a Dickens történetből ismerjük a csavart, a karácsonyi adás előtt három szellem jelenik meg nála, hogy szembesítse múltjával, jelenével és jövőjével. Are going to be visited by three ghosts tomorrow at noon. God, tomorrow's bad for me, Lou. As a matter of fact, the whole rest of the week is a washout. Anyone who thinks he hates Christmas is wrong. Come back to Jersey, you moron! It's ghosts he hates. I love that bit! A karácsonyi filmek hajlamosak a fokozott érzelgőségre, sőt a gicsre is. Ez időtájt rengeteg cukormázas, földtől elrugaszkodó szerelmi és mi egyéb sztori kerül a mozivásznakra és képernyőkre. Többségük megnézésre sem érdemes, azonban akad pár jobb ízlésre megrendezett, édes-kedves romantikus film is, amely kellemesen elszórakoztathat minket. Ilyen a 2006-os Holiday című is, Cameron Diaz-zal, Jude Law-val, Kate Winslettel és Jack Black-kel a főbb szerepekben. A sztori legfőbb szereplői két fiatal nő szerelmi bánatokkal. Iris reménytelenül szerelmes kollégájába, akivel viszont folytat. Nem elég, hogy érzelmei viszonzatlanul maradnak, a férfi a karácsonyi bulin bejelenti, hogy eljegyezte az egyik kolléganőjüket. Eközben a munkamániás Amanda rájön, hogy a barátja megcsalja, ezért kiadja az útját. A két összetört szívű lánya az interneten akad egymásra. Miután kölcsönösen elsírják bánatokat, elhatározzák, hogy kipihenik megpróbáltatásaikat. Mivel az egyik Londonban, a másik pedig Los Angelesben él, kitalálják, hogy otthon cserélnek. I'm here. A pasimentes vakáció azonban nem a tervek szerint alakul, elvégre karácsony van, és nem lehet egyedül tölteni azt. Hi. Hello. I'm Miles. I'm Graham. Iris's brother. Do you want some company? Yeah, love some. Excuse me? Okay, sorry about that. Boob grease. That was accidental. You know, Graham, I just broke up with someone. And considering that you showed up and you're insanely good-looking and probably won't remember me anyway, I'm thinking we should have sex. If you want. Is that a trick question? Seems I had it all wrong. It turns out you'll go somewhere new and meet people who make you feel worthwhile again. It's Christmas Eve and we are going to celebrate being young and being alive. Köszönöm szépen a figyelmet. Ez volt már a mozizom. Kellemes karácsony ünnepeket kívánok mindenkinek, és találkozunk az új évben. Köszönöm.
Köszönöm, hogy a mai napon is velünk tartottak, karácsonyi műsorunk végéhez érkeztünk. Remélem, sikerült egy kis hangulatot varázsolni ünnepi otthonaikba, és bízom benne, hogy mindenki megtalálja azt az apró csodát, melyet a karácsony hivatott hozni az életünkbe. Ez pedig nem a csillogással, hanem a szeretettel érkezik. Áldott, békés, boldog karácsonyt kívánok Önöknek!